Deepco, Kanada. Mindig is szerettem a tengert. Vancouverben nőttem fel, mindig víz vett körül. Minden családi kirándulásunk a tengerhez vezetett. Egész életemben azt gondoltam, hogy az óceán állandó, változatlan és hatalmas, kimeríthetetlen. Ám mostanában egyre többször hallom, hogy veszélyben van. Nehéz idők járnak a helyi kagylóhalászokra. Néhány éve vették észre, hogy egyre több kis kagyló pusztul el. Kiderült, hogy a savas tengervíz az oka. Az elmúlt pár évben a helyi kagylóipar több millió dollár értékű állományt veszített el az óceán savasodása miatt. Ugyanezt történt az Amerikai Egyesült Államok északnyugati partjai mentén is. Tudni szeretném, mi folyik itt. A savasodást, mint olyat, nagyon nehéz megértenem, mert én nem érzem savasnak a tengervizet. Nem éget meg, amikor belerakom a kezem. Mégis, mit jelent ez a savasodás? Azt, hogy egy kicsit már savasabb, mint volt. Mondhatjuk úgy is, hogy kevésbé lúgos. Értem, de mi történik? A tudományos megfigyelések arra utalnak, hogy a klímaváltozás okozza a problémát. Az óceánok egyre savasabbak. A légkörbe juttatott széndioxidot magába szívja a tenger, és így megváltozik a víz kémiai összetétele. Tehát a kipufogó gázok bejutnak a légkörbe, majd a vízbe, és ez okozza a savasodást. Tehát olyan sok szenet égettünk el, hogy szó szerint megváltozott a világ óceánjainak az összetétele. Nehéz elhinni, nagyon nehéz. És ez kihat a kagylókra és az osztrigákra is. Pontosan. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a meszes vázat képző élőlények számára így sokkal nehezebb kialakítani ezt a vázat. Vancouverben már óriási gondot jelent mindez a kagylóipar számára, és ha lemegyünk Washingtonba, már ott is egyre több a gond az osztrigákkal, Kaliforniában és más államokban is. Ugorjunk előre úgy 50 évet, mondjuk az én fiam az önfiával beszélget ugyanitt, de közben a kagylóipar becsődölt. Mert nem tettünk semmit a klímaváltozás ellen. Az nem jó. Nem hát. De nem csak az óceánok savasodása a probléma. Az óceánok hatalmas hőelnyelők is. A bolygón kialakuló globális felmelegedés során kialakult hőmennyiség 90%-át a tengerek raktározzák. A Föld minden egyes lakosa az óceánok miatt maradhat életben. A tengeri ökoszisztéma egyik nagyon fontos részét képezik a korallzátonyok. A globális felmelegedés és az óceánok savasodása dupla stresszfaktor a korallok számára. Ha megnézzük a nagy korallzátonyt, óriási változásokat láthatunk a tengerek felmelegedése és a savasodás következményeképpen. Nehéz elhinni, hogy a klímaváltozás megváltoztatta az egész tengeri ökoszisztémát. Ezt látnunk kell. Pusztuló jelen, vészes jövő, haldokló óceánok. A legjobban Ausztráliában, a nagy korallzátonynál lehet látni, hogy a klímaváltozás milyen hatással van az óceánokra. Ez a világ legnagyobb korallzátonya, olyan nagy, hogy még az űrből is látszik. A déli részére tartok. A Heron Islandre, ahol a Queenslandi Egyetem tudósai úttörő jelentőségű kutatásokat végeznek.
Ove Hoog-Guldberg, tengerbiológus, egész életében a korallokat vizsgálta. Már jó ideje a klímaváltozást és annak a korallokra való hatását tanulmányozza. Csodás, ugye? Igen, lenyűgöző. Mindig jó érzéssel tölt el, amikor ránézek a tengerre. A korallokkal, a halakkal és a cápákkal együtt. Felülről nézve elrejti a sokszínűségét, és csak akkor tárul fel előttünk, ha a víz alá merülünk. A Heron Island körül találhatók a világ legérintetlenebb korallzátonyai. Mielőtt még megnézném a klímaváltozás hatásait, Ove megmutatja, mi forog kockán. Kamaszkorom óta búvárkodom, de amit itt a víz alatt látok, attól eláll a lélegzetem. A nagy korallzátony a világ 7 csodájának az egyike. Már értem miért. Még sosem láttam ennyire változatos életteret, és még sosem voltam ilyen közel egy ördögrájához. Elképesztő érzés szemtől szemben találkozni velük. Itt minden, mindennel kapcsolatban van. A korallokat nézve látom, hogy ezek az élet alapjai. Biztosítják az élelmet, a búvóhelyet és a menedéket a ragadozók elől. A korallzátonyok sokkal termékenyebbek, mint gondolnánk. Bár a tengerfenéknek mindössze 1%-át teszik ki, az összes tengeri élőlény mintegy negyedének ezek biztosítanak életteret. Ha a klímaváltozás megváltoztatja a korallokat, az összes itt élő élőlény veszélybe kerül. Az a legnagyobb baj, hogy azt gondoltuk, az óceán túl nagy ahhoz, hogy bármi baj eshessen. Hogy folyamatosan halászhatunk, mert mindig lesz még több hal. És ha beledobjuk a szemetet, az majd eltűnik, nem jön vissza és nem fog összegyűlni. De az elmúlt 50 évben kiderült, hogy az óceánnak igenis vannak korlátai. Jelen pillanatban minden jel arra mutat, hogy már nagyon ingatag lábakon áll. Honnan tudjuk, hogy mik ezek a jelek? Több ezer éve nem változott a hőmérséklete. Olyan változásokat mutat a kémiai összetétele, amilyenre 65 millió éve, sőt, 300 millió éve nem volt példa. Akkor volt az utolsó ennyire gyors ütemű átalakulása. Gyakran úgy tekintenek a savasodásra, mint a globális felmelegedés gonosz ikertestvérére. Hisz ez egy különálló, de nagyon is erős hatás. Viszont még csak úgy 15 éve tudunk erről, úgyhogy ez még csak a jéghegy csúcsa. És ami a legdurvább, hogy 10 000 vagy még több évbe kerülne, hogy visszafordítsuk az eddigi változásokat. Ez döbbenet. Ugye? Igen. Mint kiderült, több széndioxidot juttatunk a levegőbe, mint a történelem során valaha. A tudósok már egy ideje tudják, hogy ez a plusz széndioxid okozza a tengerek és a bolygónk felmelegedését. Ám az csak nemrégiben sikerült felfedezni, hogy ennek a mennyiségnek az egyharmada az óceánba jut, ahol a tengervízzel keveredve híg savat hoz létre. És most jön az igazán döbbenetes rész. Az óceánok ma már 30%-kal savasabbak, mint az ipari forradalom előtti időkben. Vajon mit jelentenek ezek a változások a jövőnkre nézve? Ove azt mondja, megmutatja. Ő és a kollégái létrehoztak egy kísérletet, amely megmutatja, milyen jövő vár ránk. 12 hónapja kezdtük ezt a kísérletet, melynek során a korallok egy részét melegebb és savasabb tengervízben tartjuk. Ebben az akváriumban nem csináltunk semmit. A korallok növekednek és versengenek egymással.
Ez egy normális, természetes korallzátony. Azt reméljük, és egyelőre így is van, hogy a korallok itt életben maradnak. És egészségesek. Igen. Tehát ez az a víz, ami odakint is van, és a korallok is innen származnak. Igen. Vagyis ha így maradna minden a vízben, akkor túlélnék. Ha nem rontunk a helyzeten, akkor túlélhetnék. De sajnos egyre több széndioxid kerül a tengerekbe, savasodnak, és a legfelső rétegük egyre melegebb. Ezt modelleztük ezekben az akváriumokban. Ahhoz, hogy lássák, hogyan hat a klímaváltozás a korallokra, óvész csapata különböző környezeti változásoknak tette ki a korallokat. Ebben az akváriumban csak a savasság szintjét változtattuk meg, vagyis széndioxidot adtunk a vízhez. Kiderült, hogy bár ránézésre jól vannak, mégis a meszes váz építésének a folyamatában változás történt, és sokkal lassabban építik fel a vázukat, mintha csontritkulásban szenvednének. Értem. Ez fontos, mert ha jön egy vihar, ezek a korallok sokkal könnyebben eltörnek, és sokkal lassabban tudnak majd újra nőni. A következő tartályban ugyanolyan korallok vannak, ugyanannyi élőlénnyel együtt, de már 12 hónapja 4 fokkal melegebb vízben vannak, mint amennyi a kinti óceán hőmérséklete. Vagyis ez egy melegebb óceán. Látható, hogy a legtöbb korall elpusztult, és amik életben maradtak, azok kifehéredtek. Tisztán látszik. Ez döbbenetes. Mint megtudtam, a korallok állatok, melyeknek a belső szöveteiben apró kis barna algaszerű lények élnek, és ezek biztosítják a korall energiájának a 90%-át. Amikor a víz túl meleg lesz, a korall kilöki magából ezeket a kis lényeket, és falfehérré válik. Ez a kifehéredés. A korall még él, de ha a körülmények nem állnak vissza a normális szintre gyorsan, akkor a korall éhen hal. A másik pedig, hogy cianobaktériumok lepik el, és nyálkás lesz. Elég ronda. Tehát megváltoztattuk a savasságot és a hőmérsékletet. De mi történik, ha mindez egyszerre történik? Uramisten! Ez halál, döbbenetes. Letaglózott a látvány. És ha megérinted, érzed, milyen merev. Igen. Könnyen letörnek. Bár a korall meghalt, a megmaradt vázát felemészti a víz. Igen. Az, amit nem látunk, az mind felolvadt a vízben. Így van. Ez lett. Homok. Azt hittük, több időbe telik majd. Ez szörnyű. Igen, az. Ez egy kijózanítóan döbbenetes kísérlet. Igen. Ez fog történni. Tudósként ez egy nagyon felkavaró kísérlet, hiszen tudom, hogy azoknak az állatoknak, amiket tanulmányozok, nincs jövőjük. De közben ez a jövő már a jelen. Hisz ha tovább engedjük a széndioxidot a levegőbe, akkor ez lesz a vége. És ez a sok gyönyörű hal, ami a tápláléklánc alapját adja, életben tudna maradni így? A legtöbb faj megritkul vagy kipusztul. Ha nem széntelenítünk pár évtizeden belül, akkor nagyon durva jövő vár ránk. Tényleg ezt tartogatja a jövő? Ijesztő a különbség a buja víz alatti világ és az imént látott nyálkás szerencsétlenség között. Miközben az óceánt nézem, nehéz elhinni, hogy egyetlen faj, az ember, képes ennyire drasztikusan megváltoztatni egy ilyen hatalmas és ősi dolgot. Most már tudom, hogy a felületes szemlélődés megtévesztő. Az óceánok sokkal kifinomultabbak és törékenyebbek, mint gondolnánk. Főleg a korallszirtek, az élet bölcsői. Egyértelmű, hogy kifutunk az időből. De a kérdés az, hogy vajon még mennyi időnk maradt? Az idei a valaha mért legmelegebb év, és miközben a tenger hőmérséklete vészesen magas, egy hatalmas fehéredési hullámot jósolnak a nagy korallzátonyon.
Versenyt futunk az idővel, hogy dokumentálni tudjuk ezeket a korallokat, mielőtt még a klímaváltozás mindent megváltoztat. Az Excel Zetlin Sea View Survey nagy mennyiségű, 360 fokos fényképeket készít a tengerfenekéről, így hatékonyan fel tudja térképezni azt. Ugyanúgy, ahogy a Google Street View a szárazföldet. Ezzel a technológiával a tudósok fel tudnak állítani egy viszonyítási alapot, így a fehéredés után meg tudják majd állapítani a pusztulás mértékét. Ez is részét képezi egy globális állapotfelmérésnek, amely a korallokra irányul. A mai merülés után reménykedem, hiszen az itteni korallok teljesen jól vannak. Ám később megtudom, hogy túl optimista voltam. Ove megmutatott pár képet a világ más korallzátonyairól. Azt mondja, ami ott történik, az lesz itt is. Ez egy egészséges zátony. Ez pedig egy stressznek kitett korallzátony. Az egész kifehéredett. Ezek a fehér foltok igen, azt jelentik? Mintha havazott volna a víz alatt. Néhányuk még helyre jön, ha hamarosan visszahűl a tenger. De sokuk vagy egyből kihal, vagy éhen hal, vagy valami betegségben pusztul el. Tehát baloldalt látható egy egészséges zátony, ahol már elkezdődött a fehéredés, és aztán olyanná vált, mint a jobb oldali. És ez, csak pár hónapnyi környezetváltozásról beszélünk. Meglep, hogy ennyire gyors a változás, döbbenetes. A legelső nagy kiterjedésű fehéredés a 80-as évek elején történt, azelőtt sosem. Aztán 1998-ban volt az első globális esemény. Utána 2010-ben, majd 2015-ben újra, és most 2016-ban is. Nagyon úgy tűnik, hogy egyre sűrűbben és egyre intenzívebben fordulnak elő ezek az események. Ez a harmadik globális mértékű kifehéredés. Idén nagyon meleg volt nyáron, plusz egy erős El Niño jelenség is megfigyelhető volt, amitől a tenger hőmérséklete a korallok tűrőképessége fölé emelkedett. Úgy látom, idén nagyon nagy a baj. Na és a mostani fehéredésig bezárólag, mennyi korall pusztult el a világon? A Karib térségben egyértelműen oda lett a korallok 80%-a a 70-es évek óta. A Karib-térség koralljainak a 80%-a elpusztult. Bizton állíthatjuk, hogy az elmúlt 50 évben a világ koralljainak mintegy 40-50%-a eltűnt. Bizony. 20-30 év múlva már nem lesz több korall. Tehát, ha a jelenlegi ütemben folytatódik minden tovább, és nem változtatunk a dolgokon, akkor a 21. század közepére teljesen eltűnnek majd a korallok? Igen. 35 éven belül. Mert olyan nagy stressznek tesszük ki őket, amiből már nincs visszaút. Sajnálom, ez döbbenetes, hihetetlen. Én már hozzászoktam. Tudom, de... Azt hiszem, belefáradtunk a harcba, miközben egyfolytában próbáljuk tudatni az emberekkel, hogy a korallzátonyokat óriási veszély fenyegeti. Ezután rádöbbenek, hogy milyen közeli is ez a veszély. A nagy korallzátony északi részéről érkezett pár kép, amin látszik, hogy egy nagy kiterjedésű fehéredési hullám indult be. Ez sokkal rosszabb, mint gondoltam. Néhány régióban a korallok egy része már elhalt, és beborította őket az a nyálka, amit Óva kísérleti akváriumban is mutatott. A világ hét csodájának az egyike az orrunk előtt tűnik el, és vele együtt több millió tengeri élőlény otthona is. Nincs remény. Sokkoló.
Az pedig egyenesen tragikus, hogy a korallok az emberek számára is fontosak. Közvetlenül mintegy 500 millió embernek biztosítanak megélhetést. A Fülöp-szigeteken az emberek kétségbeesve próbálnak megélni a part mentén eltűnő félben lévő ökoszisztémákban. Sok országban ez tényleg élet-halál kérdése. Mint megtudtam, a nagy korallzátony északi részének mintegy 93%-a kifehéredésnek indult. Hogy mennyien élik túl, azt nem lehet tudni. Döbbenet, hogyha valaha is lesznek gyerekeim, ők talán már sosem láthatják ezeket a korallszirteket. De mint megtudtam, nem csak a tengeri lények vannak veszélyben, hanem az emberek is. Így hát a Fülöp-szigetekre megyek, a korallháromszögbe, ahol az emberek már évezredek óta a korallzátonyoknak köszönhetik a megélhetésüket. Negros, Fülöp-szigetek. Vannak olyan helyek, ahol a korall jelenti a megélhetést. A Fülöp-szigeteken ez teljesen egyértelmű. Az óceánból élnek. Nem csak ételt és bevételt biztosít, hanem egy életforma is. A Fülöp-szigetek a korallháromszög csúcsán fekszik, melyet a tengerek Amazonaszának szoktak hívni. Itt a legváltozatosabb a víz alatti világ. Elképesztő mennyiségű tengeri élőlény él ezen a területen, és több korallfaj van itt, mint bárhol máshol a Földön. Azért jöttem ide, hogy még többet megtudjak az ember és a korall kapcsolatáról. Szóval? Ez a halpiac. René Hunteriel búvároktató és a Silliman Egyetem közgazdaságtanára. Sügerek, makrélák, rákok és pár tonhal. Nagyon helyes vagy. Ez kedves öntől. Úgy tudom, az itteni étrend 80%-át halak adják. Az alsó és középosztályban igen. Minden egyes nap, mindenhol, minden reggel ez van. Még nincs 7 óra, és a piac már tömve van. René szerint egész nap ilyen, vagyis a kereslet óriási, de a dolgok megváltoztak. Említette, hogy a halászok jelentették, hogy egyre kevesebb a hal, egyre kevesebb, és maguk a halak is egyre kisebbek. Igen, és sokkal nehezebb kifogni őket. Ám a piacon kapható halfajok is megváltoztak. Főleg ezek. Ezek nagyon szálkás, kicsi halak, de olcsók. 4-5 éve ezeket még nem lehetett itt látni. Ilyet csak a halászok ettek. Értem, vagyis nem volt értelme a piacra hozni őket. Senki sem vette volna meg őket. A túlhalászás és a szennyezés nagy hatással volt a régióra. Ám a klímaváltozás azzal fenyeget, hogy még rosszabbá válik a helyzet. Vagyis nagy nyomás nehezedik a korallokra, itt, ahol az emberek ezekből élnek. Hány embernek nyújtanak megélhetést ezek a korallzátonyok? A partok mentén, a szigeteken úgy 64-65 millió ember él. A legtöbben mély szegénységben. Tehát, ha a halak eltűnnek, nem lesz más megfizethető fehérje forrásuk. Ez így van. A tengeri ökoszisztémák vagy a korallzátonyok úgy 1 milliárd dollárra járulnak hozzá a Fülöp-szigetek gazdaságához. Tehát, ha előre tekintünk és belegondolunk a klímaváltozás következményeibe, mi az, ami a legjobban aggasztja? Mi az, amitől nem tud aludni? Attól félek, hogy nem marad több korallzátony. Nem lesz több hal, nem lesz turizmus, és az emberek 60-70%-ának nem lesz mit ennie.
of the people. So you're talking about. Tehát a Fülöp-szigetek lakóinak mintegy 60%-a krízis helyzetbe kerül. Wow. I'm concerned. És aggaszt, hogy az emberek ezt nem veszik komolyan. Ha az, amit Ausztráliában láttam, itt is megtörténik, akkor René okkal aggódik. René megmutatja az itteni híres korallzátonyokat. Elvisz a kedvenc merülőhelyére, az Apo-szigetre. Az itteni tengeri rezervátumban a legegészségesebbek a korallok a környéken, mivel itt sem a túlhalászás, sem a szennyezés nem fenyegeti őket, igazi menedék ez a számukra. Az itteni korallok ugyanolyan gyönyörűek, mint amiket a nagy korallzátonynál láttam. De itt már más szemmel nézem őket. Hisz nem csak az itt élő, víz alatti lényeknek biztosítanak táplálékot, hanem a környékbeli embereknek is. A nagy csendben szinte mellbevág a nagysága. Nem csoda, hogy az emberiség mindig úgy tekintett az óceánokra, mint amik örökké fennmaradnak. Pedig a jelek azt mutatják, hogy a dolgok változnak. Miután láttam a legszebb korallokat, René elvisz egy másik helyre. Öt évvel ezelőtt egy vihar tépázta meg a sziget körüli korallokat, és ez lett az eredménye. Néhány nagyobb korall megmaradt. A kifehéredéstől elgyengült korallok sokkal sérülékenyebbek, mint korábban. Az zátony, amely több ezer év alatt alakult ki, pár óra alatt elpusztult. Folyton óv akváriumai járnak a fejemben. Úgy tűnik, a jóslatai már most beigazolódnak. Valóban ez a jövő vár az összes korallra. Semmi sem maradt belőlük, csak törmelék és egy kis emlékeztető, hogy hogyan is nézett ki egykor. Mindig is része volt ez a fajta pusztulás az itteni ökoszisztémáknak, vagy ez valami új dolog? Mármint, hogy egy egész zátony kipusztuljon. Mindössze úgy 5 éve kezdett felgyorsulni ez a folyamat. Több dolog is veszélyt jelent rájuk nézve, ami miatt meggyengülnek, de közben a viharok is erősebbek, és hirtelen az történik, amit láttunk. Teljesen elpusztulnak. Ezek már védett területek. Vagyis egészségesebbek, mint a többi, átlagos korallzátony. Vagyis, ha már ezeket is ennyire megviseli, mi lesz a többivel, amiket más stresszfaktorok is érnek? Mennyi időbe kerülhet, mire a lepusztult korallokból újra egészséges korallok válhatnak? Évtizedek vagy évszázadok? Évszázadok. És ettől mindig könyvszökik a szemembe. Iszonyú nagy szomorúsággal tölt el, hogy esélyük sincs arra, hogy még az én életemben, vagy a gyerekeink életében újjáépüljenek. Hogy több száz évnyire vagyunk attól a pillanattól, hogy ez az ökoszisztéma újra egészséges lehessen. Ez mindenkire kihat. Nem csak pár halról van szó, és nem csak pár szép, képes labba illő képről. Ez a pusztítás nem csak a korallokat teszi tönkre, hanem sok-sok család is bajba kerül miatta. Igen. René, miután gyakran járt az Apo-szigeten, megismerkedett pár helyi lakossal. Gyertek ide! Zenon egy harmadik generációs halász, aki egész életét a szigeten töltötte, és az itteni forrásokból élt. Ő és fia Joeri szigonyhalászatból látják el a családjukat.
René szerint nincs is jobb módja annak, hogy megértsük a korallok szerepét az itteniek életében, mint nézni, ahogy dolgoznak. Egyszerű, házilag készített felszerelésükkel több méteres mélységbe merülnek, és percekig a víz alatt maradnak. Gyönyörű látvány. Apa és fia olyan harmóniában mozognak a tengerben, mintha a víz alá születtek volna. Ám a hal, amire vadásznak, nincs sehol. Az egész napos munka után Zenon és Joeri meghívtak minket magukhoz. Az Apó-szigeten csak kevesen élnek, és nincs is más élelemforrás, mint a tenger. Nincsenek autók sem a szigeten, és a legtöbben azt teszik, amit kifognak, vagy megtermelnek. A Fülöp-szigetek több mint 7000 szigetből áll, és több százezer filippínó él, még hasonló körülmények között. Zenon általában az aznapi fogást készíti el, ám ezúttal csak konzervhal van. Josh! Igen, kérek. Ez egy tipikus adag négy emberre? Többre. Többre. Finom. Igen, nagyon. Ma, amikor megnéztük magukat, láttuk, hogy nem volt túl sok halásznivaló, vagyis ez nem friss hal. Sokszor van ilyen? Hetente háromszor is. Van úgy, hogy egy héten három alkalommal fogás nélkül jönnek hozzá. Volt, hogy nem tudtak mit enni. Mindig ez volt? Nem. Több hal volt régen? Sokkal hal volt. Tehát sok-sok hal volt régen. Meg tudnak élni abból, ami maradt? Nehezen. Ha kívánhatna valamit, mi az, amit szeretne ma vagy holnap? A családom és a jövőnk érdekében napi háromszori étkezést. És hogy ő be tudja fejezni az iskolát. Ennyi. Ő minden nap halászik, amíg te suliban vagy. Ha majd végzel, itt maradsz a szigeten? Nem tudom. Talán. Na és ő boldog, hogy a gyerekei más lehetőségeket kapnak a szigeten túl, vagy szomorú, hogy ez az életmód már nem kifizetődő? Magányos leszek. Szeretné, ha inkább itt maradnának együtt. Ha sok hal lenne, akkor együtt maradnának? Igen, egy családként. Szeretné, ha több hal lenne, és együtt maradnának? Mindjárt elbőgöm magam. Nem ilyen válaszra számítottam. Megszakad a szívem, hogy a tökéletes világban egy család maradhatnátok. De ha a sziget már nem tud eltartani titeket, nem maradhatsz itt. Köszönöm, hogy itt lehettünk. Nagyon köszönöm. Salamat kérdezünk, ha? Dühít, hogy azok, akik a legkevésbé tehetnek a klímaváltozásról, ők szenvedik meg a hatásait a legjobban. Nem tudok nem gondolni arra, hogy mi lesz ezzel a sok emberrel ebben a régióban, amikor az élelem és bevételi forrásuk szép lassan eltűnik. Amíg az emberek aludtak a Fülöp-szigeteken, egy eredetileg kicsinek tűnő viharból egy hatalmas tájfun alakult ki. Így most már alig van idejük felkészülni rá, vagyis óriási katasztrófa van kialakulóban.
A hotelemben döbbenten hallgatom, hogy egy 4-es kategóriájú tájfun közelít a Fülöp-szigetek felé. Közel 1 millió embert evakuáltak, és igen nagy a valószínűsége annak, hogy a vihar óriási pusztítást fog végezni. Jelen pillanatban a Fülöp-szigetek középső része mentén a legmelegebb a tenger. December általában egy csendes hónap, ám az elmúlt években a globális felmelegedés következménye 2011, 2012, 2014 és 2015. Szörnyű belegondolni, hogy milyen sokan válnak hamarosan hajléktalanná, miközben a tenger melegszik, a viharok is egyre intenzívebbek lesznek, és ezek a viharok nem csak a szárazföldön, hanem a víz alatt is pusztítanak. Miután a Nona tájfun végig söpört a Fülöp-szigeteken, tőlünk északra a korallzátonyok megsérültek, otthonok dőltek romba, és több mint 40 ember veszett oda. Beszélni akartam valakivel, aki elmondja, hogy mindez a pusztítás most és a jövőben mit jelent egy óceántól függő populációra nézve. Tőlünk északra most haladt el egy vihar, pedig nem is a tájfunok szezonjában járunk. Nem. Az utóbbi pár évben ez a helyzet. És nem lehet előre látni. Nem. Laura Davis, a Fülöp-szigetek egyik vezető óceanográfusa, és egy nemzetközi csoport tagja, akik a klímaváltozást vizsgálják. A felmelegedés és a savasodás miatt egy olyan populáció, amelyik az élelmiszer nagy részét a helyi környezetből, a korallzátonyoktól nyeri, vagy nem talál több élelmet ott, ahol eddig szokott, vagy egyszerűen eltűnnek az zátonyok. Igen, az emberek nem fogják fel, hogy milyen nagy a baj. Mert ha nem jutunk fehérjéhez a tengerből, akkor a szárazföldön kell előállítanunk, ahhoz pedig nincs elég termőföldünk. Ez komoly biztonsági kérdés is. Abszolút. Mert ha a világ ezen része éhezni kezd, hová megyünk? Ha körbenézünk a korall háromszögben, azokban az államokban, melyek a korallból élnek, például Malajziában, Pápua-Új-Guineában és Indonéziában, mindenütt ugyanez a probléma. Vagyis több 100 millió emberről beszélünk. Úgy 380 millióról. Emberről? E körül, már ha nem változtatunk. If we don't stop what we're doing. Nem akarok nevetni, de ez sokkolt. That's shocking. Wow. Wow. És bármit is csinálok a mindennapi életemben, azzal hozzájárulok ehhez. Remélem, hogy néhány dologgal azért ellensúlyozni tudom, de nagyon úgy érzem, hogy az egyszerű döntések ideje már lejárt. Már nem kezelhetjük óvatosan ezt a problémát. Sokkal radikálisabb változásra van szükség, ha fenn akarjuk tartani a jelenlegi életszínvonalunkat. Szeretném, ha egy nap majd úgy nézhetnék a gyerekeim szemébe, hogy nem érzek bűntudatot a bolygónk miatt. Igen, vannak napok, amikor tehetetlennek érzem magam, hogy már képtelen vagyok tenni ellene. De aztán ránézek a következő nemzedékre, és látom, hogy ők nyitottabbak. Van remény. Imádkozom a reményért, és ez ad erőt. Legyenek gyerekeim egyáltalán. Ha segíteni tudnak, akkor igen. Ha okosak és eltökéltek vagyunk, és tudjuk, merre kell haladnunk, még talán van remény. De most azonnal el kell indulnunk azon az úton. Az emberek azt hiszik, várhatunk még 20 évet. De nem. Nem. Úgyhogy... Manilába tartok. Útközben azon gondolkodom, ami odalent történik. Több millióan vannak, akik halásznak, halat vásárolnak és turistákat visznek ki a vízre. És nem csak itt, hanem az egész korall háromszögben. Hová mennek majd, ha el kell hagyniuk ezt a helyet? A Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Malajziában, Pápua-Új-Guineában, a Salamon-szigeteken és Kelet-Timorban összesen mintegy 384 millió ember él. Összehasonlításképp Szíriában, amely jelenleg a világ legnagyobb menekült krízise közepén áll, a háború előtt mindössze 23 millió ember élt.
Vajon hogyan reagál az itteni kormány a lakosokat fenyegető veszélyre? És mit jelent majd mindez a világ többi országára nézve? A választ kutatva találkozom egy itteni kormánytisztviselővel. Lauren Legarda, szenátor, mindig is kiállt a környezetvédelem mellett, és az ENSZ klímaváltozás nagykövete. A savasodás, a melegedő tengervíz, a harrajok csökkenése, és az az óriási mértékű instabilitás, amit mindez okoz, nagy eséllyel hatalmas méretű kivándorláshoz vezethet, igazam van? Igen, ez egy paradox helyzet. Korábban korlátlan mennyiségű forrást biztosított a tenger, de a túlhalászat, a melegedés és a savasodás miatt az emberek már az alapvető szükségleteikhez sem tudnak hozzájutni. A klímaváltozás a Fülöp-sziget már nemzetbiztonsági kérdés. Nem csak környezetbiztonsági, mert az életünk minden aspektusára kihat. Ön szerint már túl késő? Nem. Nem szabad pesszimistának lenni. Csak sürgető lépéseket kell tenni. Hagyjunk fel a fosszilis energiahordozókkal, tiltsuk be a szemetet, vagy adóztassuk meg. A legnagyobb szennyezőknek kéne ezt elkezdeni, Kínának, Indiának és az USA-nak. Ők felelősek a világ üvegházhatású gázkibocsátásának az 50%-áért. Ön szerint ők eleget tesznek azért, hogy csökkentsék a szennyezés mértékét? Nem. És az nem is lenne elég, ha csökkentenék a saját kibocsátásukat. Más fejlődő országoknak is segíteniük kéne. Azoknak, akik nem szennyezik a légkört, de mégis ők szenvedik meg a leginkább a klímaváltozás hatásait. Mint például a Fülöp-szigetek. Mindnyájunkat összekötnek az óceánok, mindegy melyik oldalán élünk. De nem lenne szabad az ő hulladékaikat a fejlődő országokba exportálniuk. Sehová. Néha nagyon dühít, hogy az emberek nem értik, miért olyan fontos mindez. Pedig vészhelyzet van, nem lenne szabad vesztegetni az időt. Az óceán jelenti az életet minden egyes ember számára. A hatalmas, mély óceán ad nekünk oxigént, élelmet és élhető hőmérsékletet. A nyugalom szimbóluma. Amire, ha ránézünk, megfeledkezünk a gondjainkról. Annyi mindent ad nekünk, és talán itt érezhető ez a leginkább. De az óceánok összekötnek minket. Hazajöttem. Nagyon távolinak tűnik minden, amit átéltem időben és földrajzilag is. De a csendes óceán északnyugati részén a kagylóipar tovább küszködik, még San Franciscóban is. Maine-ben is hasonló gondok adódnak az osztrigák körül. A melegedés miatt a Connecticut és Rhode Island menti vizekből északra vándorolnak a homárok, így a belőlük élő helyi gazdaságok tönkre mennek. Talán a legriasztóbb dolgok Floridában történnek, a savasodásnak még vagy 50-60 évig nem lett volna szabad gondot okoznia arrafelé, de a tudósok egyre több, gyors ütemben feloldódó korall találnak. Az óceán savasodása és felmelegedése már ide is elért. Most, hogy tudjuk, miképp változtattuk meg az óceánjainkat, mégis mit évők legyünk? Szeretném megtudni, hogy van-e valami megoldás. Dr. Sylvia Earle a világ egyik legismertebb oceanográfusa. Már az 50-es évek óta búvárkodik, rekordot állított fel a mélytengeri kutatásban, és ő volt a NOAA első női vezető tudósa. Az évek során Sylvia szemtanúja volt a tengerben bekövetkező drasztikus változásoknak, és az óceánok védelmére tette fel az életét,
a romboló hatású halászati módszerek és a szennyezések ellenében. Talán ő tud valami megoldást. Őszintén megmondom, hogy letaglózott a dolog, nem hittem volna, hogy ennyire komoly a helyzet. Könnyű depresszióba esni, hisz tény, hogy megváltoztattuk a természetrendjét. 4,5 milliárd évbe telt, hogy a Föld élhető legyen az emberek számára. De mi néhány évtized alatt tönkretettük ennek a rendszernek az alappilléreit. Még mindig, azok után is, amit láttam, nehezemre esik felfogni, ahogy ránézek erre a hatalmas víztömegre, hogy a tetteim jelentős kihatással vannak rá. És a többi 7 milliárd ember tette. Az embereknek rá kellene ébredniük arra, hogy teljes mértékben a természettől függünk, és a mi felelősségünk ugyanúgy vigyázni a természetre, ahogy az vigyáz ránk. Mit tehetnénk? Hogyan csökkenthetnénk ezeket a hatásokat? Minél több részét elpusztítjuk a természetes rendszernek, annál gyorsabb lesz a felmelegedés. Itt egy térkép, amely azokat az országokat mutatja, amik elkötelezték magukat bizonyos területek védelmére. Ezek a remény szigetei. Sylvia és a Mission Blue szervezet kialakította a remény szigetei hálózatot. Olyan tengeri területeket, melyeket különleges védelem alá vonnak. A legtöbb ilyen területen már nem halászhatnak. Tudományos kutatások kimutatták, hogy bizonyos tengeri élőlények képesek alkalmazkodni a klímaváltozás okozta változásokhoz. Ezeken a területeken pedig minden esélyük megvan a túlélésre. Jelenleg az óceánok mindössze 4%-a védett. Pár hete még ennyi sem volt védett, és a trend ígéretesnek tűnik. Obama elnök kijelentette, hogy a klímaváltozás miatt a csendes óceán nagy részét védelem alá vonják. 2016. szeptemberében Obama elnök megnövelte egy Hawaii közeli tengeri rezervátum területét. Védelem alá helyezzük ezt a törékeny ökoszisztémát, amelyet a klímaváltozás veszélyei fenyegetnek. Ezáltal kialakította a Föld legnagyobb védett területét, amely nagyobb, mint az összes amerikai nemzeti park területe együttvéve. Ezek a megóvó intézkedések remek dolognak tűnnek, de nem értem, hogyan tudnák megállítani az óceánok savasodását és felmelegedését. Na és hogyan hatnak majd ezek a védett tengeri területek magára a klímaváltozásra? Igazság szerint egyedül sehogy. Fordulóponthoz érkeztünk. És az a feladatunk, hogy megakadályozzuk ennek a sok széndioxidnak a légkörbe áramlását. Ha megadóztatnák a szenet, talán az emberek rájönnének, hogy a természet nem ingyen van. Na és ez közvetlenül hogyan javítana az óceánok állapotán és egészségén? Az a lényeg, hogy a legnagyobb széntermelők és a fosszilis energiahordozók égetői végre tegyenek valamit az ügy érdekében. Sylvia szerint az egyetlen igazi megoldás az óceánok savasodása és felmelegedése ellen a széntelenítés. Ha végre pénzt kellene fizetniük a szennyezőknek, az talán arra sarkalná a vállalatokat, hogy kevesebb szenet termeljenek. Miután látta, milyen mértékű pusztulás ment végbe a tengerekben, mi az, amitől még mindig nem adja fel, ami még mindig hajtja előre? Egyrészt a gyerekeim és az unokáim. Az ő szemükön keresztül próbálom nézni a világot, és tudom, hogy mi lesz a vége, ha nem változtatunk a jelenlegi állapotokon. Az emberek azt szokták kérdezni, hogy mi az a legnagyobb probléma, amivel ma az óceánoknak szembesülniük kell. Nem az, amit elveszünk vagy belerakunk, hanem a közön. Az óceánban mindennek van valami haszna. Minden részére szükség van ahhoz, hogy funkcionálni tudjon. A legfontosabb dolog, amitől megfosztjuk a tengert, nem az olaj vagy a gáz, vagy a hal. Hanem a saját létezésünk. Muszáj, hogy változtassunk az életünkön. Nem folytathatjuk tovább a természet kizsákmányolását. Egyszerűen nem tehetjük. Vigyáznunk kell az óceánokra. Képesek vagyunk rá.
Az utam elején csak még többet akartam tudni az óceánról, amit mindig is imádtam. Letaglózott mindaz, amit megtudtam a jelenlegi krízis helyzetről. Most már a testem minden egyes sejtjével érzem, hogy tenni akarok a védelméért. Harcolni fogok a szén megadóztatásáért, és közben az Oceana természetvédő csoporttal expedíciókra indulok, hogy megpróbáljuk megértetni az emberekkel az óceánok fontosságát, és felvegyük a harcot a közönnyel szemben. Úristen! Ez csak egy kis része a megoldásnak, és én még többet akarok tenni. Mindenkinek ki kell vennie a részét. Te mit lépsz?